Immár 11. alkalommal indítják szerencsehozó lencsével az új évet a fehérváriak január 1-én. Székesfehérvár önkormányzata, a Magyar Honvédség parancsnoksága és az Alba Pláza közös rendezvényén idén is mintegy 1000 adag finomság találhat gazdára. A 2013-ban indult kezdeményezés mára már hagyománnyá vált, és egyre többen kapcsolódnak be az évindító közösségi programba. Szép hagyomány, és várhatóan most sokan lesznek, hogy január 1-én pedig szép népi hagyományból következően lencsével köszöntsük az új esztendőt, és kívánjunk egymásnak, szeretteinknek, barátainknak, vagy általában a fehérváriaknak szerencsés, boldog és egészségben gazdag új esztendőt. A lencsét, mind ahogy minden évben a katonák készítik, nagyon-nagyon finom, mindig kolbászt is hoznak hozzá, és bízom benne, hogy miközben egy jót eszünk, ez egy igazi kis közösségi élmény is lesz. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Dobszai Péter dirigálásával, sokszínű műsorral várja a fehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyére a Vörösmarty Színházba. Az est különlegessége lesz, hogy Kautsky Armand moderálása mellett városunk vendége lesz Drahos Béla Lisztdíjas fuvola művész is. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekarunk az új évet mindig egy nagyon-nagyon jó koncerttel szokta indítani, ami egyszerre vidám és egyszerre nagyon-nagyon szép. Így lesz az egészen biztos, hogy 23 január 1-én is este a Vörösmarty Színházba. Szerintem érdemes rájönni, az a visszajelzés szokott mindig lenni, hogy dacára annak, hogy az első pár másodpercben én vezényelem a hagyományoknak megfelelően zenekart, dacára ennek nagyon jó lesz a koncert. Én hamar elmegyek, jön a rendes karmester, a zenekar, és higgye el mindenki, hogy nagyon-nagyon jól fogja magát érezni. A hagyományőrzés jegyében megrendezett találkozók fontosak, hiszen a lencséhez a néphit a pénzt, a gazdagságot, a bőséget társítja, míg a klasszikus zene jövőbe mutató dallamai megerősítik a közösségi élményt, amire nagy szüksége van minden fehérvári polgárnak 2023-ban is.